Árgus, ami a professzor úr találmánya, és hogy ez az ezüstpárgus tudjon ugorni, ne tolják tolószékbe, ne betegségek gyötörjék az élete alkonyán, amikor lehet örülni nagyon sok mindennek már, amire nem volt időnk előtte. Tehát ez az ezüstpárgucok klubja, amire mintát szeretném mutatni, amit elkezdünk itt Keszthelyen, majd csinálunk mindenhol, ahol van érdeklődő, ha most például van itt egy tündéri hölgy, a Sánika Sümegről, hazamegy és azt mondja, te van egy ötlet, csináljuk meg, akkor segítünk. Oké? Okay? Igen? Egy mondattal kiegészítem. Amerikában régóta működik a szürke párgocok klubja. Be lehet szállni 80 évesen. És a 84 éves elnök asszony nekem azt mondta, hogy maga szerint meddig tudnánk élni. Mit mondanak a genetikusok? Hát mondom, hogy 120 évet is mondanak, mert egy kicsit többet is. Azt, hogy látja, akkor még mit csinálom, mi juvenológiával foglalkozunk, és én még csak 84 éves vagyok, de a tudósaik azt mondják, hogy az életet ki lehet terjeszteni 140 évig. Na ez a szürke párbacok hova. Azt szeretném még tényleg utolsó mondatként elmondani, hogy mikor Ola Andor doktor elfogadott tanítványnak, és azt mondta, hogy támogat a munkámban, akkor viszont adott egy feladatot. Nem tudom szóról szóra idézni, de ez volt a lényege. Klára, világváltás jön. A vízöntő korba érünk. A vízöntő korban dől el a világ sorsa, az emberiség sorsa, és az lesz a győztes oldal, ahol többen vannak. Ha te megígéred nekem, hogy a jó oldalt támogatod, akkor szívesen segítek. És megígértem Andor bácsi, és teszem, ameddig bírom, mert megfogadta. És tényleg vigyázzunk erre a világra, vigyázzunk magunkra, szeressük saját magunkat, mert Valentin napon nem csak kis szívecskéket kell dobálni, hanem erre a szívünkre is vigyázni kell. És kívánok mindenkinek jó egészséget, jó kedvet és viszontlátást velük közelebb.